Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Egy 8 órás út után megérkeztünk ide, Moldva hosszú mezőre. A rajtszámokat igazából 7 óráig lehet kivenni, most 8 óra, de megnézzük, hogy van-e akkora ismerettségünk, hogy ezt ideadják most. Ha nem, akkor reggel. Buna seara, domnul Paul! Ce faceți? Salut! Mi-ai scris ceva mail? N-am scris nimic. Ce faceți? Salut! Da, uite, drum lung, obosiți de astea. Da, știu voi. Cum e cu oboseara. Asta e tricou? Și asta. A, și asta? Ce fain. Da. Rajcsomagot nem tudtam felvenni, mert összepakolták, de veszek most még valami géleket. Merci múlt. Megvannak a gélek is most már igazából. Pihenés következik, és akkor találkozunk holnap reggel. Úgy alakult, hogy mégis ma este ki tudtam menni a rajtszámot, úgyhogy ezt most be is mutatom nektek. Egy kicsit fáradtam, egy kicsit álmosan, egy kicsit izgatottam, mert reggel azért 6-kor rajtolok, de erre még jut időm. Tehát akkor a rajtcsomag. A cuccost egy ilyen zöld Bucovina feliratos táskába kaptuk. A szám, ami ezúttal a 234-es, a versenypóló HG márkájú, ezt nagyon szeretem, nagyon jó minőségű pólókat gyárt. Ez a versenyhivatalos pólója, nekem nagyon tetszik. 30%-os voucher a Gold Nutrition-től, egy reklámlap az Abistróból, a Fa Múzeumban egy ingyen belépő, egy Zuzu csoki, egy MedLife-os elsősegélycsomag. Ennek nagyon örvendek, szerintem egyik leghasznosabb dolog. Dornás tej, ha már itt vagyunk, várt rá Dornai mellett egy Gold Nutrition-ös energiagél, illetve még egy csoki. Szóval ez volt a rajtcsomag, találkozunk holnap a versenyen, jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó reggel, napot, estét mindenkinek! Július 31-e reggel van, 5 óra 44 perc, és én 3 óra alvás után itt vagyok, készülök a rajtra. Bucovina Ultra Rocks for Summits versenyszám, 88 km, 5300 méter szintemelkedéssel, mint a nevében is benne van, ezen a versenyen 4 csúcsot kell megmásszunk, és a végén a runkot. Úgyhogy készüljetek fel, mert ez egy hosszú videó lesz, remélem, mert akkor azt jelenti, hogy be tudom fejezni a versenyt, és akkor hamarosan rajtolunk. Bármint a rajtos 20-as csoportokba indítanak el minket, és attól... 5, 4, 3, 2, 1, go! Elindultunk. 88 km és 5300 méter szintkülönbség. Hát, remélem be tudom fejezni, olyan 20 óra körül, aztán meglátjuk a többit. Ott lent Moldva hosszú mező, jobb felől pedig az erdő, ott a hold, elől a futók, és itt én szaladok. Az igazság az, hogy úgy néz ki a szervezetemet. Megleptem ezzel a koránkeléssel, mert nem jövök őrületes tempót. Így is 170 a pulzusom, és hogyha ez nem jön vissza, akkor ez nem lesz egy hosszú verseny. Na de már is megvan az első kilométer, úgyhogy még csak 87 van hátra. Amíg én ezt leszaladom, addig megkérlek, hogy iratkozzatok fel, és esetleg meg is oszthatjátok a videót. Sőt, kérjétek meg a nagytatát, nagymamát, kutyát, macskát, amerikai nagybácsit, mindenkit, hogy aki teheti, egy feliratkozással támogasson engem. Köszi! Ott van, no? Egy, levále, dada.
ez még ismerős lehet, ugyanis a tavaly ugyanígy kellett még szaladjunk, akkor igaz, hogy nem fújtak is, most fúj. Átjövök ezen a hídon, és akkor kezdődik az első mászás fel egészen a hölgyek köréig. 2,94 km és 264 méter szintemelkedés. Így az elején. Milyen szépen látszik ott még a hold. Itt, Moldva hosszú mezőn, ilyen ez a mai reggel. Még nincs túl későn, 6 óra fél hét kerül, de már meleg van. Itt a széna ügyesen rendbe rakva, és ezzel a kerítéssel még 3,5 kilométernél lazán megbirkózom. Még mindig felfelé emelkedünk, van még körülbelül 1,5 kilométer. Megvan az első 5 kilométer, 52 perc, 48 másodperc alatt is. Ennyi idő alatt emelkedtünk 328 métert. Nézzétek, de szép ott. Hogyha füleltek, akkor már hallatszik, hogy közeledünk az első frissítőponthoz. Sippal, dobbal, Nádi Hegedivel várnak minket. Pont ugyanott, ahol a tavaly. Merci! Átkelünk ezen a kicsi patakon is. Itt is vagyunk az első frissítőponton. Salut! Szóval most egy keveset tudunk szaladni, és addig röviden mesélek a versenyről. Tehát úgy néz ki, hogy 4 nagy csúcsot kell megmászni. Kétszer meg kell mászni a rárajó csúcsot. Ez körülbelül 1600 méteren van. Utána következik, miután ezt a kettőt megmásztuk, a Pietrosu Bistrice, ott tudom előre, hogy nagyon fogok félni. Az 1700 méteren található, de nagyon sziklás, szakadékos, majd meglátjátok, hogyha elérek odáig. És utána következik a Csimmelau csúcs, 1800 méteren ez a 4 csúcs van, ezért is Forsamica versenynek a neve. És persze a végén ráadásként, mert Paul szeret minket, arunk, ami 1,5 kilométeren 400 méter szintet jelent. Szóval röviden ez a verseny, hosszabban majd mutatom. És akkor el is érkeztünk a sipájához. Ilyen felvonóval sokkal könnyebb lenne, viszont nem lenne annyira érdekes. Itt mászok felfele, és megkezdődött most már igazából az első csúcstámadás. Alig, hogy eltettem a kamerát, elő kellett vegyem, mert meg lett 10 km, 1 óra 32 perc alatt is 529 méter a szintemelkedés. És a pózust is sikerült normalizálni. Ott van a sípája teteje, de ez nem azt jelenti, hogy vége a mászásnak, csak azt, hogy vége a sípájának. Onnan még jön egy rend emelkedés. Tétek.
szerintem nem kell mondjak semmit. Másfél óra, a Rarajó csúcs, kíváncsi vagyok most. 1 óra 56 percnél vagyunk, ami azt jelenti, hogy 3,5 óra körül kellene megérkeznünk, aztán lássuk. Nem tudom, mennyire látszik, de emelkedünk rendesen. Tizenkét és fél kilométernél megvan az 1000 méter szintemelkedés, ami azt jelenti, hogy hátra van 76 kilométer és 4300 méter. Hölgyek köve most is olyan szép, mint a tavaly. Gyönyörű, és ott van, ott Rarajó csúcs, oda kell fejlődni. Tudod, mi egyszer? A verseny egyik legszebb pontja, de még van sok szép, úgyhogy nézzétek mindenféleképpen tovább a videót. Ezer száz méter mászás után ilyen a kilátásunk. Ott kell majd lemenjünk. Nézzétek! És oda kell feljussunk. Szállod, szállod, Bafter! Ők a 110 kilométeresek. Hi, hi! I'm an it's a... Kum? Ez pedig olyan, kum? Da, da, da! Hi! Repede! Kum? Kut kilométerje vagod? Trespesi Zsumáte. Ő egy szentgyörgyi srác. Ellen pillanatban a második helyen szalad. Elértünk a csúcsra. Ott van a frissítőpont. Jaj, de szép ott. Nézzétek. A völgy, a város és a köd. Salut. Bună dimineața. Bună dimineața. Apă izotonic, cola, parola, fructe, brânză, orice. Mulțumesc frumos. Fii sănătos, succes. Mulțumim. Cum ești? Bine. Hai, repede. Mă alimentez? Că trebuie să fiu pregătit pentru jumătate. Asta a fost doar încălzire. Ők mennek lefele. A tavaly az útvonal annyit módosult, hogy itt visszafele mentünk, de idén úgy látszik ez nem. Így történik. Nekem a frissítés az megvolt, nem siettem el, de hát ezen a távon nem is kell. Az első csúcs az megmászva, még maradt 3 nagy csúcs. Ide egyszer még ma visszajövök, aztán majd oda a Gimelo csúcsra. De az még nagyon odébb van. Az a baj, mire elteszem a kamerát, újra elő kell vegyem, mert nézzétek, de gyönyörű. Ott van lent a város, ahonnan rajtoltunk. Jaj, de szép! Istenem, megint hova jöttem. Milyen meredek. Reszkedő ezt nem szeretem soha. Nem lehet szaladni, még ha kell. Úgy se haladsz, mint felfele. Mondjuk akinek van technikája, az igen. Nekem erre nincs. És az igazság az, hogy óvatosan jövök amúgy is lefele, mert még alig szaladtam 15 kilométert is. Nem akarom kitörni a bokám, mert még van pár kilométer hátra. Közben meg lett 15 kilométer, 2 óra 54 perc alatt is, 1242 méter szintemelkedés. Most már az idő egészen Miami,
Szia Tehén! Hogy vagytok, hogy vagytok? Igen, igen, ti. Jól? Jó étvágyat! Megvan 20 km, 3 óra 37 perc alatt, és 1264 a szintemelkedés. Jön 5 km-re folyamatosan lefele szaladunk, hol jobban szaladható, hol kevésbé, de legalább fogynak a kilométerek. Na, tetszik? Mert nekem igen. Jaj, de szép hely. Elől már egy újabb frissítés ellenőrzőpont. Szelőtt! Megvoltam frissítés, vettem magamhoz friss vizet, megvolt a check-in is, úgyhogy mehetek tovább. Sajnos nem látszik, hogy mennyire meredek, de ezt küldem azoknak a feleség, illetve férjeknek, akik azt hiszik, hogy mi futók szórakozni járunk ide. Onnan jöttünk, és 24 kilométernél egy kis aszfalt! Amikor a bácsi ott fent kaszál, a tehenek ott legelnek, tehát egy másik bácsi nézi, akkor megvan 25 km, 2 óra, de hogy 2, 4 óra, 27 perc alatt, és 1521 méter szint. Na, ez jó. A szintemelkedés. Elérkeztünk. Egy ellenőrző kontroll 26 kilométernél. Szalut! Kicsit pihenek, feltöltődek, és megyek tovább. Köszönöm ezt! Ciao! Meg volt a frissítés. Kicsit fennbeszedtem magam. Ciao! Merci! És most már mászunk felfele. Újból a Rárai csúcsra, mert le kellett jöjjünk. Nem tudom, mennyire látszik. Van 2,7 kilométerünk, 376 méter szinten. És most már megkezdek menni. Remélem, hogy annak a nagy része erdőben lesz. Itt pedig építik az új hidat. Van, amikor nem én kell mondjak semmit, hanem a számok beszélnek. Egy kilométeren van még 239 méter emelkedésünk. A fák állásából talán látszik, hogy mennyire meredek tényleg az emelkedő. Szinte függőleges falon mászok fel, mint pókember. A vihar azért itt az útvonalunkat átrendezte egy spartán részen, nincs ennyi akadály. És félek, hogy ez még csak az eleje. Azért látjátok, hogy abszolút nincs könnyű dolgunk. Mászkálok felfele. Megvan 30 kilométer, 5 óra 45 perc alatt, és 1983 métert emelkedtünk. Hú,
egyebet most nem tudok mondani. Kiértünk ott az erdőből, és most látjátok itt a napon, és ez most nem esik jól. Valamire hangom is elment. Egyébként így 30 km felett még viszonylag minden rendben. Szóval oda a Rárajú csúcsra kell ismét felérjek, és akkor meg lesz két csúcs hódítva a négyből. Salut! Am venit din nou. Aveți nevoie de apă? Păi, nu știu. Ceva de băut? Mulțumesc frumos! La revedere! Ne întâlnim la finish. Numai bine! La fel, la revedere! La dreapta, da? Da, da! Meg volt a frissítés, egy kis pihenés. És akkor kezdjük újra. Még hátra van 53 km. Hölgyek, kövek! Ladies rocks! Pietre le donne! 36 km. Jaj, de jó! Kis veszfánk megint. Kicsit egyenletesebb terep. Most jól esik. Felfestések egyértelműek. 180, 110, 88, amin vagyok én, 48 megy balra, a 33, 16 pedig arra, Bafte! Van, aki már nem lát, nem hal. És nézzétek, tényleg meredek. El is teszem a kamerát. A legnagyobb problémám az, hogy hiába szaladok lefele, nem lehet haladni, mert túlzottan meredek. Úgyhogy lefele is körülbelül ugyanaz a tempó, ami felfele. Lehet vagyok annyira balszerencsés, hogy lejöttem, és eljöttem egy jel mellett, és vissza kell másznom. Aj, nem hiszem el, ma már harmadikszor tévedek el. Vissza kellett másznom. Ott a két jel. Ott kellett volna bemenjek. De annyira koncentráltam, hogy ne esek el lefele. Hogy nem vettem észre ezt a két jelt is. Persze, hogy elmentem mellettük le egészen majdnem a patakig. És vissza kellett másznom. Most nem olyan meredek, de sokkal jobban, ez se feladható. Nagyon kell figyelni és vigyázni. Közben még van 40 km, kerek 8 óra alatt, 2483 méter a szintkülönbség. Ez most ilyen picit lassabb egy átlagos maratoni tempónál, de az igazság az, hogy nem is egy átlagos maratont szaladok, hanem kettőt. Kiértünk egy egészen szaladható erdei útra, úgyhogy teszem is el a kamerát és szaladok. És ott elől van az ellenőrző pont. Ide kellett elérni 8,5 óra alatt. Megvan 8 óra 20 perc alatt, tehát 10 perc előnyem van innen, aztán már lazább lesz. Salut! Köszi! Most megtudtam itt a frissítőponton, hogy igazából 8,5 óra alatt kellett eredeti tervek szerint ideérni, csak volt egy vihar, és láttátok is, hogy a fákat össze-vissza döntögette, ott nagyon sok időt vesztettünk, ezért ezt az időt kitolták 9 órára, szóval időben vagyunk még. Ilyen szintemelkedéssel ebben az évben 43 kilométernél többet nem szaladtam, szóval eddig tudom, hogy a testem hogy reagál erre a terhelésre. Innentől kezdve nekem is kérdőjel minden. Ami viszont jó, az az, hogy a gyomrom úgy érzem, hogy jól van, tud emészteni. Szóval egyelőre még bizakodó vagyok, habár most már így 43 kilométer után kezdett itt-ott
fájni, de, de, na meglátjuk. Mi jutunk, erre viszont jön a harmadik csúcstámadás, a Pietrosul Bistrice, 1700 valamennyi méter magasan van. Ez az útvonal számomra legkellemetlenebb része, majd meglátjátok, hogy miért. Szalad! Ez egy sokkos, no? De. Nem hiába hívják köves beszerce csúcsnak, hiszen még sehol se vagyunk, de már kő az van, és ott lent a folyó. Nem épp a legbiztonságosabb terep, ahol szaladtam, de ez van. Vigyázok. Nézzétek, ha ezt tudom, megyek a 48-asra. Átjöttem, nem mondom ki, hogy mit éreztem. Rossz volt, mert a kezem meg van izzadva, és nagyon csúszott a láncon, nem volt biztos a fogás, de hát nem hiszem. És most itt kell átmenjünk. Lássuk, hogy hogy. Jaj. Itt is lemegyek itt, ott végig megyek, és ott ki. És ott kell felmászni. Sziklákon. Úgy döntöttem, hogy itt nem fogok menni, és nem ott, mert hogyha esem, onnan nem fogok akkor átesni. Ja Istenem. És oda kell feljussunk. És itt kell felmenjünk. Jöttem át, ahogy a srácok. Nos, eddig felértem. Nem tudom, hogyha ezt végig akarom csinálni, mert nagyon előjött a tériszonyom. Valahogy át tudtam mászni, de hogyha nagyon szakadékos lesz felfele, akkor nem fogok menni. Valószínű, majd meglátom. Gyere, mindjárt van. Jó, nem, hogy így veletek oda. No. Na. Arról a csúcsról jöttünk. Oda kellene felmenjünk oda, majd aztán oda, de valószínű, hogy ez a verseny ott a csúcson abban marad. Felfelé nem videóztam, mert erősen rosszul voltam. Aztán meglátom, hogy helyre tudok érni, ugyanis hánytam kettőt. Nem tudok, akkor ez ennyi volt, de még meglátjuk. First time in Romania. Polonia. Máti. Gyakran pot. Megvan. 50 km, 12 óra, 6 perc alatt, és emelkedtünk 3591 méter szintet. A nagy harci helyzet az, hogy a legveszélyesebb részen túl vagyok, és most már jól is érezném magam. Csak az történt, hogy mikor átkeltem a folyón, felmásztam ott azonnal meredek sziklafalon, és elkezdtünk emelkedni. 200 méter emelkedés után az adrenalintól, a félelemtől, az erőltetéstől hánytam egyet, kijött belőlem minden, közben mentünk felfele, elfogyott a vizem, és lassan 3 órája víz nélkül vagyok, mert azóta nem volt frissítőpont. Úgy volt, hogy a fent a csúcson lesz, de valami miatt nem volt, úgyhogy ez sem segít a helyzetemen. Ez
És még egy ló is elállja az utunkat. Hajna! Úgy apropiá de picsáre. Ismeretlen halottak emlékére egy temető, és még látjátok, még megpróbálok leírni a következő ellenőrző pontig. Van másfél órán, aztán ott eldöntöm, hogy mit csinálok. Most már találtam vizet magamnak, hát ha egy kicsit vissza tudok jönni, de szerintem sikerül dehidratálódnom is. Sok volt az a 4 óra mászás víz nélkül. 4. csúcsként oda kellene felmenni, a Gimeleu csúcs, 1800 méter. Kicsit helyre jöttem, és most a futás is jól megy. Van 3 kilométerre, 1 óra 10 percem, hogy elérjem az ellenőrző pontot, úgyhogy ez kézen állva is meg lesz. Aztán ott majd meglátom, hogy mit csinálok. Azért Romániának ez a része nagyon nem csúnya, és jó érzés az, hogy Magyarországról is jöttek. Szerintem elég sokan a versenyre. Úgyhogy ügyesek vagytok, és jövőre gyertek minél többen, hogy találkozzunk itt. Maradsz, kutya! Meg vagy kötve, ugye? De hát én nem megyek, hogy nem a medve vagyok, hogy kellene kajuk. És azt hiszem, itt kell tovább menjek. Kinyitom a kaput. Na, megvan ez is. Most már lassan az ellenőrző pontnál vagyok. Pontosan másfél kilométer múlva. Hogy ide hallatszik a tehenek kolompolása onnan. Nagyon hangulatos. Hogy kacsingat az a csúcs? Kiderül. Ott a kopaszra kellene felmenni ma még. Átszaladok itt a hidon, és ott is vagyok az ellenőrző pontnál. Moszmeszk. Nem jó, de hola mindig minden körülmények között. Keveset pihenek, gondolkodok, aztán döntök. Még időm van, 50 perccel a szintidőn belül vagyok. Nos, még van 28 kilométerem, amire van 10 órám, és döntöttem még pedig úgy, hogy leszaladom, de csak jövőre, úgyhogy itt a szám. Visszaérek a rajthoz, és akkor összefoglalom ezt az egészet. Nos, mint már mondtam, 13 óra 44 perc és 60 km futás után, amiben volt több mint 3000 méter szintemelkedés, úgy döntöttem, hogy a versenyt feladom. Gondolkodok, hogy miért kellett így döntsek, keresem a magyarázatokat, de nem tudom. A felkészülés nem volt a legsikeresebb, mivel az utóbbi időben nem lehet sajnos a medvék miatt terepen szaladni, így csak versenyen tudtam szinteket futni, viszont nem volt semmi gond az erőlétemmel, sőt még most is
teljes erőmbe érzem magam. A gondok akkor kezdődtek, mikor 35 km után, akkor volt a frissítőpontnál, ettem-ittam, nem volt semmi gond, aztán elértem ahhoz a folyóhoz, amin át kellett kelni, és utána jött ez a meredek emelkedő. Ott a hirtelen erőltetéstől, vagy a félelemtől, az adrenalintól, nem tudom, a gyomrom felkavarodott, és muszáj volt egyet hányjak, mert nem bírtam tovább, minden erőm elment. Hál' Istennek volt két srác, akik segítettek még felmenni teljesen a csúcsra, viszont nagyon sajnálom, mert videózni nem tudtam, de úgy képzeljétek el, hogy egy olyan emelkedő volt, ahol 3,5 km alatt 1000 méter szintet emelkedtünk. A csúcson is féltem, viszont ott már magamhoz tértem, de akkor jöttek az újabb problémák, ugyanis 35 kilométertől 52-ig nem volt víz, ebbe volt több mint 1000 méter szintemelkedés, ami tartott körülbelül időben egy olyan 3 órát, és valószínűleg ez alatt dehidratálódtam is. Aztán 52 kilométernél sikerült egyet innom, pihennem, de úgy éreztem, hogy nem fog menni a verseny. Aztán ahogy lefele sétáltam, egyre jobban éreztem magam, elkezdtem szaladni, és 55 km után is tudtam 6-os körüli ezreket szaladni lefele, és úgy éreztem, hogy fog menni. 57 km-nél meg is ettem még egy energiagélt, amelyet rögtön kihánytam, és akkor már kezdett megfogalmazódni bennem, hogy nem fogom folytatni a versenyt. Aztán, amikor a srácok beértek az ellenőrzőpontra, és eldöntötték, hogy ők sem folytatják, akkor én is biztos voltam, mert egyedül, úgyhogy nem tudok géleket fogyasztani, 28 km a jegyekbe nem fogok leszaladni. Ráadásul látjátok, az időjárás is milyen lett, már abszolút nem Miami. Itt van a szél, jön az eső, úgy érzem, hogy jó döntést hoztam, persze, hogy csalódott vagyok. Kell pár nap, amíg ezt fel tudom dolgozni, mert ez volt az első versenyem, amit feladtam. Jövőre visszajövök, jobban felkészülve, jobban odafigyelve mindenre, most már fogom ismerni a terepet is, tudom, mire számítsak. Ez most egy ilyen verseny volt. 5 év után ennek is eljött az ideje, hogy egy versenyt feladjam. Remélem, nem okoztam csalódást. Köszönöm mindazoknak, akik írtak, akik rám gondoltak, akik értem imádkoztak. Ezek nagyon sokat jelentettek, hogy itt vagytok és szurkoltok nekem. Ezekért nagyon hálás vagyok, és érzem, hogy sokan vannak mellettem. Ez nagyon sokat jelent nekem. Ezért nem is maradt más hátra, mint hogy ha még nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen iratkozzál fel a csatornára a videó alatti piros feliratkozás gombot megnyomva. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, és hogyha nagyon-nagyon tetszett, akkor mutasd meg másoknak. Sőt, amúgy is mutasd meg másoknak, hogy tanuljanak a hibáimból. Legyetek jók, maradjatok egészségesek, sziasztok!